Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Először megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. Ez itt látható ezen a képen. A felhő. Itt valami számára átláthatatlan. Lehet, hogy nem tudja, hogyan tovább, milyen lépéseket kellene tennie, hiszen nehéz így ebben a helyzetben komoly döntéseket hozni. Az is lehet, hogy kettőtök között volt a múltban egy bizonyos helyzet, ami átláthatatlan volt számára, hiszen nem tudta az, hogy mi a véleményed, hogy mit akarsz, milyen terveid vannak, és mivel ez most megjelenik az ő gondolataiban, ezt szeretné tisztázni veled. Ez lehet persze egy más helyzet is, a munkahelyi körülmények, amikor nem tudja azt, hogy maradjon-e, vagy jobb lenne munkát változtatnia. Ez a kép jelenti az időt is, mégpedig fél évet. Lehet, hogy ő visszagondol arra, hogy mit, hogyan élt át fél évvel ezelőtt, lehet, hogy veled kapcsolatban, és ezeket a dolgokat szeretné tisztázni. Az is lehet, hogy ez a fél év jelenti a terveit, amit ő fél éven belül szeretne kialakítani. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt a könyv jelentheti a tudását, vagy egy továbbképzést is. Ha ez a könyv csukva lenne, akkor az azt jelenteni, hogy ő zárkózott, vagy eltitkol előled valamit. De itt látható a gyertya fénye, megvilágítja a dolgokat, és a könyv nyitott. Tehát nyitott lesz veled szemben. Elmondja a terveit akkor is, ha még valami átláthatatlan, de beszél nyíltan érzelmekről is. Mit fog tenni? Itt látható a képen a kutya. Ez jelenthet házi állatokat és kutyát, vagy cicát, és ő úgy gondolja, hogy jó lenne, ha ezt birtokodba vennéd. De amit a kutya még jelenthet, a hűség. Lehet, hogy te a múltban úgy gondoltad, hogy ő eltitkol előled valamit, mert minden olyan átláthatatlannak tűnt, és kételkedtél az ő hűségében. Most ezt szeretné veled tisztázni, nyitott ezekről a dolgokról beszélni, és mivel itt látható az ő nyitottsága, az azt jelenti, hogy megbízhatsz benne. Amit a kutya még jelentett, az a baráti kör. Lehet, hogy eddig úgy gondolta, hogy valaki eltitkol előle valamit, minden olyan átláthatatlannak tűnik, és közeledik hozzád, kikéri a véleményedet, te hogy gondolkodsz erről, hogy kiben bízhat meg, vagy kiben nem. Mi köt össze benneteket? Itt a kereszt jelenti a sors utatokat, hiszen a sors utatok kereszteződött és kereszteződni fog. Ez lehet egy kármikus szerelem. Ebben az esetben a könyv jelentheti a sors könyvét is, hogy minden úgy lesz, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva. Amit a kereszt még jelent, fontos döntések, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztuk azon, hogyan tovább, milyen irányba. Akkor is, ha jelenleg még itt van ez a felhő, ez olyan, mint egy fátyol, valami még átláthatatlan, ő nyitott arra,
hogy veled olyan barátságosan beszéljen ezekről a döntésekről, vagy a közeli jövőről, hogy mit, hogyan, milyen irányba kellene tenni, és ez a kereszt jelentheti a sors utatokat, például egy közös életutat, egy közös jövőt, ennek a tervezését. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.